Megközelíthetetlen település is van az országban az áradások miatt. Az Ipolynál családokat telepítettek ki. 29 újabb halott egy nap alatt, még sosem követelt annyi halálos áldozatot a járvány itthon, mint most. Európában is rohamosan terjed a vírus, a franciáknál kijárási tilalom lesz, a németek pedig a gazdaságot féltik. És újraindult a dalkeresés a közmédiában. Jövőre jön a Dal 2021, már lehet jelentkezni. Ez a Híradó 7:30 az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Áradnak a folyók Magyarországon. A vízátfolyások miatt több helyen utakat is le kellett zárni. Vannak területek, ahol homokzsákokkal kell védekezni. A legtöbb esőt a Sajó és a Hernád vízgyűjtője kapja. Ott másod és harmadfokú védekezést rendeltek el. De az Ipolynál sem jobb a helyzet, ott házak is veszélyben vannak. A vízügyi szakemberek éjjel-nappal figyelik a folyók vízszintjét. Víz borítja a Sajó-Galgóci bevezető utat. Az út járhatatlan, a település nem lehet megközelíteni. Van olyan lakos, aki nem tudott bemenni a munkahelyére, felszerelését kollégái juttatták el neki a hatóságok segítségével. A lakosok bíznak abban, hogy minél hamarabb levonul az ár. Eléggé bosszantó, hogy nem tudunk sem erre se kimenni, kérlek szépen. A Sajó és a Hernád áradása miatt egyre több utat zárnak le Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a forgalom elől. Sajó püspökénél 390 cm-en áll a vízszint. Ez mindössze 26 cm-rel marad el az ezen a területen valaha mért legmagasabb vízállástól. Itt kerteket, földeket öntött el a víz. A Hernád folyó mentén sem jobb a helyzet. A Vizsoly és Novaibrány közti útszakasz és a mellette fekvő terület szinte eltűnt a víz alatt. Geszte és Ócsanálos között az ivóvízbázis megúvása érdekében szakemberek úgynevezett nyúlgátat építenek. Mintegy 20 000 homokzsákot felhasználva több mint 1,5 kilométeren dolgoznak. Valószínűleg ez lesz az egyetlen terület, ahol vízügyes szempontból itt a Hernádon be kell avatkozni, de itt mindenképpen, tehát azért itt még mindenképpen árad a folyó. A tetőzéseket inkább péntek éjjeltől kezdve szombaton vasárnap várjuk majd. Homokkal töltik a zsákokat Hidas-Németiben. Várják a folyó tetőzését. A település felkészült az áradásra. Hát még áradás várható, úgyhogy nem örülünk neki. Egyáltalán reméljük nem fog leesni az eső, úgyhogy csak abban marad már. Nógrád megyében az Ipoly folyó okoz fennakadást. Ipoly Tarnócnál is homokzsákokkal védik a házakat. Az önkormányzat és az önkéntesek közösen segítik a helyieket. 1000 zsákot pakoltunk ki, és még most van ott 3 vagy 2000 zsák arra, hogy kipakoljuk, hogyha ott a veszély lesz. Két családnak el kellett hagyni az otthonát. Az egyikben 4 kisgyerek van, 2 felnőtt, a másikban pedig 3 felnőtt, 2 gyermek. Azok ugye, ezek a családok reggeli, ebéd, vacsorát kapnak az önkormányzattól, és valószínűleg holnap után még ott lesznek a volt iskola épületében. A vízügy szakemberei szerint most már apadni fog az Ipoly, és nem valószínű, hogy a házakba betör a víz. Az M1 meteorológusa elmondta, a következő napokban már nem várható nagy mennyiségű csapadék. Közel sem számítunk akkora mennyiségre, mint a korábbi napokban tapasztalhattuk, tehát a 80-100 mm-nek nagyjából a negyede hullhat le az észak-magyarországi folyók vízgyűjtő területén. A következő 3 napban tehát elhúzódó, több hullámban érkező, de hangsúlyoznám kis mennyiségű csapadékról beszélünk. Nagyjából területi átlagban 20 mm-nyi csapadék várható a Sajó, illetve a Hernád vízgyűjtő területén. Szombat estétől, illetve vasárnap hajnaltól jelentős javulás várható ebben a térségben, jelentős csapadék vagy számottevő csapadék nem valószínű egészen a jövő hét közepéig bezárólag. Az árvízveszély miatt azonban egyelőre marad a harmad és másodfokú riasztás több helyen. A Sajónál is kritikus a helyzet, ott is már harmadfokú védekezés zajlik, holnapra várják a tetőzést. Kereki Gergely Sajó-Galgócon van, hozzá kapcsolunk most. Gergely, mi történt az elmúlt órákban, illetve most mi történik?
Jó estét kívánok, sajnos ismét elerett az eső errefelé. Mi itt vagyunk a Sajó-Galgóci bekötő út elején, és gyakorlatilag a mögöttünk lévő részt most is több 10 cm-nyi víz borítja, gyakorlatilag a település személyautóval megközelíthetetlen, csak földúton lehet bejutni. Mi voltunk ma a faluban, és nem mondható, hogy a helyiek jól viselik ezt a mostani helyzetet, van elegendő élelmiszer, az önkormányzat igyekszik, amiben tud segíteni. Egyébként pedig abban bízik mindenki, hogy minél hamarabb levonul az ár. Azok bosszankodtak elsősorban, akik ma nem tudtak bejutni a munkahelyükre. Hasonló útlezárások egyébként vannak itt a térségben, például Sajó-Velezdés Putnok térségében is, de szerencsére elzárt, megközelíthetetlen település jelenleg nincs. A jó hír viszont az, hogy Sajó püspökinél ma 390 cm-nél tetőzött a folyó a felső szakaszon, megkezdődött az akadás, holnap pedig Sajó Szentpéteren várják a tetőzést. Egyébként elmondható az is, hogy körülbelül holnap reggelig egy 10 mm-nyi csapadék hullhat, ami befolyásolhatja még az eseményeket. Egyébként most mindenki készültségben van, de egyelőre beavatkozásra nem volt szükség sehol a Sajó mentén. Kereki Gergelynek köszönjük szépen! A sok eső miatt akár hetekkel is csúszhatnak a mezőgazdasági munkák, például az őszi búza vetése. A csapadékos időjárás miatt annyira felázott a talaj, hogy a gépekkel nem lehet rámenni. Emiatt egyébként a kukorica betakarítása is jelentősen kitolódhat. Ráadásul a sok eső megnöveli a termés víztartalmát, emiatt szárítani kell, ami viszont nagyságrendekkel növeli a gazdák kiadásait. A szüretre viszont nem lesz hatással a sok eső, mert már mindenhol az utolsó fürtöket vágják le a tőkékről. Hát most már lehetetlen rámenni a talajokra. Nagyon, de nagyon kitolódnak a talajmunkák. Buzek Mennyiért Pest megyei gazdálkodó azt mutatja, hogy a közelmúlt nagy esőzései miatt már napok óta áll a víz a földeken. Neki szerencséje volt, mert a szokásosnál hamarabb, már szeptember végén elvetette az őszi búzát. Azokra a gazdatársaira viszont, akik elhalasztották a munkát, akár több hetes kényszerpihenő is várhat, főleg, ha folytatódik az esős időjárás. Kellene egy olyan időszak, legalább 2 hét, hogy a talaj megszikadjon, elbírja a gépeinket. Most már elég nehéz gépekkel kell rámenni a talajra, hogy teljesítmény is legyen. És ha ez az időszak lejár, akkor már belemegyünk novemberbe. Novemberben még hidegebbek jönnek, még kevesebb napsütés, még rosszabbul szikkad a talaj, még kisebb esély lesz arra, hogy meg tudjuk úgy művelni, vagy előkészíteni azt a talajt, hogy bele tudjuk vetni. Az elmúlt napok csapadékos időjárása az őszi betakarítást is nagyban hátráltatja, főleg a kukoricánál. Az erősen felázott talajra nem érdemes rámenni a kombányokkal, mert bent ragadhatnak. Felfele álló csöveknél látszik itt is, hogy ugye nedvesebb az alsó részbe. Már a viharsarokban vagyunk, ahol a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökhelyettese arról beszél, hogy az intenzív eső jelentősen megnöveli a kukorica víztartalmát. Néhol látszik is a nedves kukorica már. Imittam, ott kicsit penészedik is. Vagyis amíg nyár végén az aszály, most meg a hirtelen lezúdult rengeteg eső miatt mérgelődnek a gazdák. Békés megyében átlagosan 65-70 mm csapadék hullott le itt 2 nap alatt, de országos szinten tudunk olyat, ahol 140 mm csapadék is hullott. Ugye ez különböző kukorica fajtáknál, a felálló csövű fajtáknál nagy problémát okoz, mert a csuhélevél és a kukorica cső közt megrekedő csapadék visszanedvesíti a kukoricát, így ugye ezeknek a szárítása a magasabb nedvesség miatt nyilván sajnos többe fog kerülni. Így a gazdák költségei jelentősen megnövekedhetnek, miközben az átvételi árak meglehetősen ingadoznak. Ez azt jelenti, hogy sok termesztőnek idén veszteséget hoz a kukorica. Ráadásul a szeszélyes időjárás miatt az előzetes becslések szerint kevesebb terem majd a takarmánynövényből, mint amire számítottak. Legalábbis ez a helyzet a betakarítás harmadánál. A várt 8,5 tonnához képest 8 tonna körül alakulhat a hektáronkénti termés. Az utolsó fürtöket vágják le az idénymunkások villányban, itt is sok eső esett, de ez már nem befolyásolja jelentősen a szüretet. Gyakorlatilag csak elodázza a termés betakarítását néhány nappal. Minőségét, illetve mennyiségét tekintve érdemben már nem befolyásolja. Jövő héten már minden borvidéken befejeződhet a szüret javarésze. Úgy tűnik, hogy az idei év kegyes volt, legalábbis a borászoknak, hiszen országosan is jó termés várható. Még sosem követelt annyi halálos áldozatot a koronavírus járvány itthon, mint most.
Egy nap alatt 29-en haltak bele a vírus következményeibe, ami negatív rekordnak számít. Minden elhunyt krónikus idős beteg volt. Közben újabb 950 embernek lett pozitív a tesztje. Az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladta a 28 000-et. A legtöbb iskolában és óvodában a szokásos rendben zajlik a nevelés, az oktatás sikeresen védekezik a járvány ellen. Erről az országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. Jelenleg 24 iskolában van rendkívüli oktatási szünet, máshol pedig, ahol megjelent a vírus, digitális oktatásra álltak át. De egyre több a gyógyult diák is, sok intézményben pedig már újra teljes a létszám. A pécsi Szent Mór iskola központ a koronavírus újabb áldozata. A gimnáziumban 6 diák kapta el a fertőzést, több osztályt hazaküldtek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kontaktkutatása révén azok az osztályok, amelyek érintettek voltak, általuk szintén hatósági karanténban vannak. Azért, hogy a gimnáziumban az oktatás gördülékenyen tudjon zajlani, a digitális oktatást rendelte el a minisztérium, ez ezen a héten kettől péntekig tart, és a hétfői napon már várjuk a gimnazistákat újra az intézménybe. Velük együtt most már összesen 24 iskolában és kétszer ennyi óvodában semmilyen formában nincs oktatás-nevelés a járvány miatt. 9 iskola is csaknem 190 osztálydiákja pedig otthonról tanul. Közben egyre több a gyógyult, a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban nemrég újra visszatért az élet. Itt korábban 23 tanár és 5 osztály kényszerült karanténba, mára azonban valamennyi diákjuk újra visszaült az iskolapadba. Sokkal jobb igazából, mivel egyben az osztály, tényleg egymásra is tudunk kommunikálni, a tanárok ugye interaktívan tudnak tanítani. Schulz Zoltán, az iskola igazgatója a Híradónak azt mondta, igyekeznek minden óvintézkedést betartani, hogy ne legyen újabb fertőzött. A délutáni takarításokat, fertőtlenítéseket meg tudjuk tenni, de a napközbeni fertőtlenítéseknél azért a takarító kollégáktól szintén többletfeladatot kell elvárni. A diákjaink a maszkot a közösségi terekben hordják, én nagyon elégedett vagyok ezzel a diákcsapattal. De nem csak az igazgatók, az országos tisztifőorvos is elégedett. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján arról beszélt, hogy egyelőre sikeresen védekezik az oktatás, amely egyebek mellett a tanároknak, a szülőknek és a diákoknak is köszönhető. Mindenkinek, aki ennek érdekében tesz, betartja azokat a szabályokat, amelyeket meghatároztunk, segíti azt, hogy nyugalomban, a szokásos rendben zajlódjék a nevelés-oktatás az intézményeinkben. A pénteken kezdődő őszi érettségiket is szigorú szabályok mentén szervezik meg mindenhol. Kis csoportokban és a megfelelő távolság betartásával vizsgáznak majd a tanulók. Ezúttal csak nem 400 intézményben, több mint 27 000-en. Jól halad a magyar gyártású koronavírus elleni gyógyszer klinikai vizsgálata a Debreceni Infektológiai Klinikán. A remdesivir hatóanyagú szert hétfőn 7 középkorú beteg kapta meg, akiket súlyos tüdőgyulladással ápolnak. Az intézmény vezetője azt mondta, egyiküknél sem tapasztaltak eddig semmilyen mellékhatást, mindannyian jól vannak. A klinikai vizsgálatokban országszerte összesen 7 intézmény vesz részt. A cél, hogy igazolják, a szer biztonságos. Jelentősen csökkentheti a halálozás arányát, ha időben és a megfelelő betegcsoporton kerül alkalmazásra. De természetesen nem csodaszer, a vírus ellenes kezelés csak az egyik pillére ezeknek a súlyos állapotú betegeknek a kezelésében. Harmadannyian halnak meg a járványban itthon, mint Európában. Ez derült ki a WHO egy friss felméréséből. A járvány egészét tekintve Magyarországon még mindig csak a fele az 1 millió főre vetített betegek száma az uniós átlagnak. A világszervezet szerint ez is azt bizonyítja, hogy Magyarország a jobban teljesítő országok között van, hazánk jól védekezik. Az adatok szerint a koronavírus a nyugat-európai országokat sújtotta a leginkább. Spanyolország fertőzöttsége 5-ször, Luxemburgé és Belgiumé pedig 4-szer nagyobb, mint magyarországi. Uniós csúcs kezdődött ma Brüsszelben, amelyen Orbán Viktor is részt vesz. A közösségi oldalára feltett videóban a kormányfő azt mondta, várakozások szerint a védekezés és a járvány megfékezése lesz a legfontosabb téma. Megérkeztünk Brüsszelbe.
miniszterelnöki csúcstalálkozó ma délutántól holnap estig. Legfontosabb téma járvány, fertőzés, védekezés, európai koordináció. Megbeszéljük, hogy hogyan tudnánk egymást segíteni és a védekezésben létrehozni egy európai szintű koordinációt, és reményeim szerint kapunk jó híreket arról is, hogy mikor lesz vakcina, milyen sorrendben és hogyan lehet ahhoz majd hozzáférni, ideértve a magyarok lehetőségeit is. Tombol a koronavírus járvány Európában. Az országok sorra szigorítanak. A francia elnök szerint aggasztó a helyzet, és bejelentette, hogy kijárási tilalom lesz. Angela Merkel is megszólalt, azt mondta, egy újabb zárlat tönkretenni a gazdaságot, de a gócpontokban így is kénytelenek szigorítani. Olaszországban közben a házi bulikat és a népesebb családi összejöveteleket is korlátozzák. Egymás után érkeznek a mentőautók az egyik párizsi kórházba, az országban már több mint 9000 fertőzött van az intenzív osztályokon. Az egészségügyi hatóságok attól tartanak, nem lesz ágy, ahová a betegeket elhelyezhetik. Franciaországban a héten már harmadszor lépte át a 20 000-et a napi új fertőzöttek száma. A kórházak telítettsége mellett ez volt a másik ok, amiért a francia kormány szerdán egészségügyi rendkívüli állapotot hirdetett ki. Emmanuel Macron elnök pedig új korlátozásokat jelentett be. Nem veszítettük el a kontrollt a járvány felett. A helyzetük aggodalomra ad okot, és ez azt jelenti, hogy nem maradhatunk tétlenül. Ugyanakkor nem kell pánikot sem keltenünk, fogalmazott a köztársasági elnök. 22 millió embert érint, hogy a legmagasabb riasztási övezetekben, így Párizs térségében, valamint 8 nagyvárosban, este 9 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől. A korlátozás 4 hétig tart majd, aki megszegi a kijárási tilalmat, az 50 000 forintnak megfelelő bírságra számíthat. Robbanásszerűen megnőtt a fertőzések száma Németországban is, ezért a hatóságok ott is újra szigorítanak. Azokon a helyeken, ahol 100 000 lakosra legalább 50 fertőzött jut, úgynevezett hotspot szabályok lépnek életbe, a vendéglátóhelyeknek és szórakozó helyeknek este 11-kor be kell zárni, a súlyosan fertőzött gócpontokban 10 főre korlátozzák a rendezvényeket és az összejöveteleket. Angela Merkel azon az állásponton van, hogy a tavaszihoz hasonló újabb zárlatot nem bírna ki a gazdaság. Ha megkérdeznék tőlem, mi az, ami a leginkább aggaszt, az a járvány ugrásszerű növekedése, amelyet meg kell állítanunk, különben semmi jóra nem számíthatunk, mondta a kancellár. Túllépte a 7 000-et Olaszországban az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, ami az eddigi legmagasabb a járvány februári kezdete óta. Ez egy új helyzet, amit aggodalommal követ a kormány, nem jósolok semmit sem karácsonyra, csak azt tudom mondani, hogy megfelelő és fenntartható szabályozással elkerülhetjük a lezárást, de ehhez is kell, hogy az emberek betartsák a szabályokat, fogalmazott a miniszterelnök. Az olasz hatóságok a héten szigorítottak az óvintézkedéseken, a bárok, a presszók, a szórakozó helyek csak este 9-ig lehetnek nyitva, a fiatalok utcai gyülekezéseit betiltották. Közben a házi bulikat, népesebb családi összejöveteleket, vendégségeket is korlátozni akarják. A maszkviselést nyílt és zárt térben is kötelező. Itthon megszűntek a túlzsúfolt rendelők. A koronavírus járvány miatt a házi orvosok csak előre egyeztetett időpontban fogadják a betegeket. Sokszor a diagnózis felállítása telefonon, számítógépen keresztül történik. A betegek videókat, fotókat küldenek a tünetekről. A gyerekorvosok azt mondják, a rendszer jól működik, mindenki megfelelő ellátást kap. Az előszűrés a fertőzés veszély kockázatát csökkenti. Hogy van, Fülöpke? Fülöpke, elkezdett köhögni. Telefonon, videóhívás segítségével vizsgálja meg az egyik betegét, Tortas Dániel. A gyerekorvos részletesen kikérdezi az anyukát a tünetekről, majd megállapítja, hogy a kisfiúnak felső légúti fertőzése van. Mintavételt kér neki, mert lehetséges, hogy elkapta a koronavírust. A tesztelést azt mindenképpen meg kell rendelni, mert lázas köhög. A budakalászi gyerekorvos minden olyan esetben tesztet kér, amikor az indokolt. A szülőkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, ehhez a legmodernebb eszközöket és módszereket használja. A távkonzultáció, a telemedicina szerinte jól működik, pontos diagnózis állítható fel, de ha valamiért mégsem, akkor előre egyeztetett időpontban személyesen is megvizsgálja a gyerekeket. Ha az orvos azt mondja, hogy most a telemedicinális úton adtam diagnózist, vagy állítottam fel diagnózist, adtam terápiás javaslatot, az ugyanannyira érvényes, mint hogyha én ezt személyes vizsgálattal biztosítanám.
Ami szintén rendkívül fontos, hogy a házi gyermekorvosi rendelők nem zártak be, továbbra is akinek indokolt az orvosi vizsgálat, azt el fogjuk látni. Nem maradhat senki elláthatatlanul. Itt az ellátás a kérdés, hogy telemedicina vagy személyes vizsgálat. Egy 2 éves fiú köhögését hallgatja egy fővárosi gyerekorvos. Ő is előszűri a betegeket. Folyamatosan kapja a videókat és fotókat. Ez alapján állítja fel a diagnózist és beszéli meg a terápiát a szülőkkel. Csak azokat fogadja a rendelőben, akiket szükséges. Bogdányi Katalin azt mondja, ezzel a gyerekeket, a szülőket, magát és a munkatársait is egyaránt védi. Nyilván vannak az életnek olyan területei, amik elkerülhetetlenek, hiszen közel normális életvitelt próbálunk élni, de lehetőség szerint, amit el lehet intézni úgy, hogy ne kelljen személyesen találkozni, arra ezt kell most választani mindannyiunk érdekében. Nem csak a betegek érdekében, nyilvánvalóan az egy nagyon fontos szempont és elsődleges, de azt is fontos megérteni, hogy ha én megbetegszem, akkor ez az 1500 gyerek elláthatatlanul marad, vagy biztos nem fogom tudni olyan szinten a támogatást megadni nekik, mint most, tehát az egészségügyi személyzetet is védeni kell. A járvány kezdete óta működik az egészségügyben a telemedicina, vagyis ha valaki beteg, akkor először telefonon értesíti a házi orvosát, vizsgálatra pedig csak azután megbeszélt időpontban megy. Receptért sem kell a rendelőt felkeresni, elektronikusan kiváltható. Tavasz óta korábbinál egyszerűbben, a betegen kívül másnak is odaadják a gyógyszereket, a személyazonosság igazolása és a tajszám megadása kell hozzá. 30 millió forint értékben kaptak autókat fővárosi és vidéki kórházak. Még a járvány első hullámában hívták életre a Nemzeti Összefogás adományvonalat. Az ebből befolyt pénzből vásároltak 10 járművet 4 fővárosi és 4 vidéki kórháznak. Az adomány célja, hogy a járvány ellenes munkát segítsék. Ez egy 3 éves autónk, amit használt egy korábban egy ügyfél, ezt leadták, ezt mi szervizeltük és kezeltük, és most a János Kórház fogja innentől fogva használni, és mi fogjuk kezelni neki ugyanúgy 2 évig. 9 személyautót és egy kis buszt kapott 4 vidéki és 4 fővárosi kórház. A Nemzeti Összefogás adományvonalat a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács hívta életre még az első hullám legelején. A mostanra befolyt 30 millió forintból vásárolták az autókat, amelyek mostantól a kórházak járványellenes munkáját segítik. Ajka, Szekszár, Debrecen és Miskolc, illetve Budapesten azokban a fő front kórházakban, ahol leginkább COVID betegeket ápolnak és gondoznak. Ezek közé tartozik sajnos a Helypál kórház is, hiszen rájuk is ezért számítani kell. A budapesti Helypál gyermekkórház mellett autót kapott a Szent László, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház is. Winkler Gábor, a Szent János Kórház orvosigazgatója, megköszönve a felajánlást úgy fogalmazott: nagy jelentőséggel bír, hogy az egészségügy számos helyről támogatást kap, hiszen embert próbáló a járvány elleni védekezés. Megnövelt személyzetre és megnövelt anyag- és eszközigényre van szükség. Ez nagyon bonyolult logisztikai feladatokat jelent, hiszen eközben a kórház teljes kapacitással működik. Ezeknek a megnövelt szállítási feladatoknak az ellátásában nagyon nagy segítség, hogy további autókat kapunk, hiszen ezzel tehermentesül a kórház meglévő eszközparkja, és azt másra lehet használni. A járvány első hullámán sikeresen túllendültünk, köszönhetően annak, hogy talán kicsit meg is ijedtünk. Fegyelmezettek voltunk, összefogtunk, és a szolidaritásnak nagyon sok formáját megtaláltuk, mondta Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége. Most a második hullámban a helyzet nemhogy nem könnyebb, hanem sokszor sokkal nehezebb is. Ezért kiemelten fontos lenne, hogy újra visszataláljunk erre az összefogásra, újra megtaláljuk a szolidaritás kifejezésének a formáit, és fegyelmezettek legyünk. Herceg Anita arra kért mindenkit, hogy tartsa be a járvány terjedését lassító intézkedéseket. Higiéniai eszközökkel támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot a Vajda Papír. A cég 2 kamionnyi több mint 10 tonna papírterméket adott át a karitatív szervezet és a Betegápoló Irgalmas Rend intézményei számára. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnöke azt mondta, minden egyes emberi gesztus gyógyítja a társadalmat. Micsoda lehetőség, hogy úgy lehetünk egymásnak társai, hogy felismerjük egymás gondját, baját, még segíteni is tudunk, és éppen
ebben a segítésben nagyon-nagyon nagy jelentőségűek ezek a felajánlások, ami ma ezen a napon, amikor átvesszük ezt az adományt, bizony nagy-nagy örömet jelent a számunkra. Hatházi Ákos álhíreket terjeszt, erre utalt az M1 műsorában a Jobbik alelnöke. Szerinte ugyanis a független képviselő vizsgálódása után nyugodtan távozott Bíró Lászlótól. Több más ellenzéki politikus után Ander Balázs is tagadta, hogy tudtak volna a borsodi jobbikos jelölt korrupciós ügyeiről, és azt is, hogy erről Hatházi Ákos értesítette volna őket. Közben Hatházi Ákos napok óta hangoztatja, bizonyítani tudja, hogy Bíró László uniós pénzekkel élt vissza. Az M1-nek nyilatkozó politológus szerint Hatházi Ákos személyében új szereplővel bővült a baloldali hatalmi harc. Ha kell, akkor bizonyítani tudom, hogy a pártoknak, a vezetőinek tudniuk kellett az én jelzéseimről. Napok óta állítja Hatházi Ákos, hogy a baloldali pártok vezetőinek tudniuk kellett a szerencsi időközi választáson a baloldali összefogás színeiben indított jobbikos jelölt körüli korrupciós ügyekről. Vagyis arról, hogy Bíró László a korábban általa vezetett szövetkezeten keresztül uniós támogatásokkal élhetett vissza. A független országgyűlési képviselő igaza alátámasztására most a közösségi oldalán osztott meg dokumentumokat. Azt írta a szóban forgó szövetkezet alapító okiratában, például a kifejezetten jómódú alapítók az uniós támogatás megszerzése érdekében azt állítják, hogy ők hátrányos helyzetű emberek, akik munkahelyet akarnak saját maguknak teremteni, és saját szociális helyzetükön akarnak kicsit javítani. A képviselő majd felhívja a figyelmet, hogy az egyik alapítónak, egy ügyvédnek, aki magát hátrányos helyzetűnek vallja, a lakása az Andrássy úton van, ami Hatházi Ákos megfogalmazása szerint Budapest legdrágább és legelegánsabb sugárútja. A képviselő azonban nem csak ezzel állt elő, főkönyvi kivonatokat is megosztott. Hatházi Ákos azt írta, az 50 milliós támogatás kisebbik része ment fizetésekre, köztük az alapítók is kaptak bért. A nagyobb rész elfolyt, ahogy fogalmazott, kamu célokra, vagy saját cégekhez, vagy nagyon furcsa cégekhez. Az egyik ilyen szerinte gyanús kifizetés, amikor a Bíró László vezette szövetkezet, üzleti tanácsadásért 2,8 millió forintot fizetett ki, ahogy Hatházi Ákos fogalmaz, egy csaló cégnek. De a képviselő kitér egy másik kifizetésre is, miszerint szintén üzleti tanácsokért 1,2 millió forintot fizettek egy fitnesstermet üzemeltető KFT-nek. Az ügyet itt a magam részéről most egy darabig lezárom, azzal, hogy valószínűleg feljelentést fogok tenni, zárta a bejegyzését Hatházi Ákos, aki várja, hogy a baloldali pártok az összes dokumentum részletes megismerése után felülvizsgálják-e az ügyről vallott nézetüket. Semmelyik ellenzéki pártvezetője nem kapott ilyen értesítést Hatházi Ákostól, én biztosan nem. A Bíró László mellett egységesen kiálló baloldali politikusok tagadják, hogy Hatházi Ákos bármilyen visszaélésről szólt volna nekik Bíró Lászlóval kapcsolatban. Szerdán Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke is elhatárolódott a független képviselőtől. Nem szólt az ő által a vélelmezett dolgokról senkinek. A Jobbik szerint is hazudik Hatházi Ákos. Ander Balázs alelnök az M1 kérdésére úgy fogalmazott, a politikus saját magát hozza kényelmetlen helyzetbe azzal, hogy álhíreket terjeszt. Hatházi Ákos ott járt Tarcalon. Minden lehetősége megvolt egyébként ahhoz, hogy betekintsen Bíró László céges papírjaiba. Egy pendrive-ot is felkínáltak, amin ott voltak az adatok. Egy 20 perces beszélgetés után Hatházi Ákos megnyugodva távozott. Nem hiszem, hogy egyébként ez lenne a járható út, amit ő most folytat. Ha én egyszer elkezdek beszélni, ha én egyszer kinyitom a számot. Kiszeli Zoltán politológus szerint a független képviselővel most egy újabb szereplővel bővült a baloldali hatalmi harc. Szerintem ezzel magára akarja felhívni ebben a helyzetben a figyelmet, hogy ő igazából vele is számolni kell. A szakértő hangsúlyozta, a baloldali pártok és politikusok ezúttal is egymás kárára versengenek a 2022-es vezető szerepért. Érintett lehet az amerikai demokraták elnökjelöltje ukrajnai korrupciós ügyekben. Legalábbis erre utaló leveleket hozott nyilvánosságra egy amerikai napilap. Joe Biden kampánystábja tagadta, hogy a demokrata elnökjelöltnek közvetlen kapcsolatai lettek volna azzal a vállalattal, amelynek igazgatósági tagja volt Joe Biden fia.
Nem mondott igazat a demokraták elnökjelöltje fiának ukrajnai ügyeiről, és Joe Bidennek mégis volt közvetlen kapcsolata korrupciós botrányban érintett ukrán energetikai vállalattal. Ez szerepel azokban a levelekben, amelyeket a New York Post című napilap most nyilvánosságra hozott. Az újság által közölt e-mailek egyike szerint az elnökjelölt fia, Hunter Biden, aki a Burisma nevű Ukrajnában tevékenykedő energetikai cég igazgatósági tagja volt, bemutatta apját a vállalat egyik csúcsvezetőjének. Erre a megbeszélésre utalt a menedzser egy 2015-ös levelében, amelyben köszönetet mondott Biden fiának a találkozó megszervezéséért. Az áprilisi keltezési üzenet érdekessége, hogy alig 8 hónappal előzte meg Joe Biden vitatott kijevi útját, ahová Barack Obama alelnökeként utazott a demokrata politikus. Joe Biden ugyanis Petro Poroshenko ukrán elnökkel és a kormányfővel tárgyalva a korruptnak nevezett főügyész leváltásához kötötte az Egyesült Államok $1 milliárd hitelgaranciájának megadását. A megnevezett Viktor Shokin több nyomozást is folytatott a Burisma ügyében, ám ezeket végül befejezetlenül zárták le a főügyész menesztését követően. Joe Biden kampánystábja visszautasította, hogy a demokrata elnök jelöltnek közvetlen kapcsolatai lettek volna a Burisma vállalattal. Kijelentették, átnézték az akkori alelnöki találkozók napirendjét, és a cikkben említett egyeztetés soha nem történt meg. A többi állítást nem kommentálták, mondván a napi lap nem kereste meg őket, mielőtt közölte volna a szerintük megalapozatlan cikket. Hasonlókra az állítások ellenőrizhetetlenségére hivatkozva, a legnagyobb közösségi média szolgáltatók, a Facebook és a Twitter is blokkolni kezdte az újságcikk megosztásának lehetőségét. Igaz, a saját vállalatának döntését élesen kritizálta, a Twitter vezérigazgatója mondván elfogadhatatlan, hogy a cég mindenféle magyarázat nélkül cenzúrát vezetett be. Élesen kikelt a technológiai cégek demokrata párti elfogultságával szemben Donald Trump is. Az amerikai elnök ájovai kampányrendezvényen azt mondta, a baloldal hamis és rágalmazó állításait soha nem veszik le ezek az oldalak, most pedig látványosan beszálltak a kampányba Biden oldalán. Trump egyúttal kijelentette, bebizonyosodott, amit ő már régóta állít, a demokraták elnöke jelöltje nem tisztességes. Alig néhány hete Joe kiállt az amerikai emberek elé az elnökjelölti vitán, és azt mondta, a vádak megalapozatlanok, és a fia nem tett semmi rosszat. Most erről kiderült, hogy hazugság volt, mondta Donald Trump. Republikánus politikusok arra hívják fel a figyelmet, talán nem is annyira véletlen, hogy Ukrajnához kapcsolódott az az ügy is, amelyre hivatkozva a demokraták decemberben alkotmányossági eljárást kezdeményeztek az elnök elmozdítására. Az indítvány szerint Donald Trump próbált nyomást gyakorolni az ukrán elnökre a Biden család elleni vizsgálat érdekében. Az állítást mindkét elnök cáfolta, és az eljárás végül nem kapta meg a szükséges többséget a szenátusban. A Joe Biden érintettségéről szóló hírek minden esetre jelentősen befolyásolhatják a novemberi elnökválasztásig hátralevő 3 hetes kampányt. Ugyan már számos helyen lehetséges a szavazatok előzetes leadása, az amerikai választók csaknem 1/10 nem döntötte még el, kire voksoljon. Az MSZP átfogó bérrendezést sürget a szociális ágazatban. A párt megfelelő védőfelszerelést és ingyenes utazást is biztosítana nekik. Koros Lajos szerint az egyszeri 500 000 forintos plusz juttatás azoknak is járna, akik a szociális szférában dolgoznak. Pontosan látjuk, hogy az egészségügyi dolgozók mellett a szociális ágazat dolgozói azok, akik embertelen munkát végeznek, vagy emberfeletti munkát végeznek, a járvány ideje alatt. A demokratikus koalíció arra szólította fel a kormányt, hogy támogassa az unió klíma céljait. Rónai Sándor úgy fogalmazott, minden magyar és európai állampolgárnak az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban bevezessék azokat az intézkedéseket, amelyekkel meg lehet állítani az éghajlatváltozást. A magyar kormánynak most bátornak kell lennie, és fel kell vennie a harcot egy olyan éveken át húzódó küzdelemben, amelyben a tét, hogy megmarad-e Magyarország olyan éghajlattal, olyan természeti kincsekkel, amilyennek ma szeretjük. Az LMP szerint bérkiegészítésre és egy életpályamodellre van szükség a szociális ágazatban. Ungár Péter szerint 2010-ben a szociális dolgozók átlagbére elérte a nemzetgazdasági átlag 70%-át, ma viszont annak csak 44%-a. A szociálpolitika és a szociális ellátórendszer alapozza meg azt önmagában, hogy lehessen gazdasági növekedés, hiszen ha nem működne a szociális ellátórendszer, akkor nem tudnának az emberek jelentős része részt venni a munkaerőpiacban, hanem gondozói feladatot kellene ellátni.
A kormány azt kéri a főpolgármestertől, hogy ne vezesse be az úgynevezett karácsonyadót, és ne vegyen fel hiteleket. Cserébe támogatják a budapesti fejlesztések finanszírozását. A főváros egyelőre időt kért. Karácsony Gergely helyettese szerint az úgynevezett újraindítási adó jó ötlet. Hosszú szünet után csütörtök délután ült össze újból a kormány és Budapest közös fóruma, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az egyeztetésre a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára több pontos javaslattal érkezett. Az a javaslatunk, hogy ne legyen újabb hitelfelvétel, ne legyen adóemelés, ne legyen karácsonyadó, és azokat a fejlesztéseket, amelyekben egyetértünk, a költségek teljes átvállalása és fedezete mellett a kormány vállaljon át és valósítsa meg ezeket a fejlesztéseket Budapesten a fővárosi önkormányzat helyett, és így könnyítse ki a fővárosi költségvetést, vállaljon át tehermentesítéssel fejlesztéseket Budapesttől. Természetesen csak abban az esetben, ha ezt a fővárosi önkormányzat igényli. Tehát a javaslat szerint a főváros ne vegyen fel újabb hiteleket és ne sújtsa külön adóval a vállalkozásokat. Cserébe a kormány támogatja a főváros mintegy 55 milliárd forint értékű fejlesztési elképzeléseit. A délutáni tárgyalás után Fürjes Balázs már konkrétumokról tudott beszámolni. Az a javaslatunk, hogy ezeket a fejlesztéseket, a siklót, a rakpartot, a biodómot és a fonódó villamos beruházást a kormány, ha erre a főváros igényt tart, átvállal, átveszi az önkormányzattól, teljes egészében vállalja a megvalósítás költségét, és garanciát adunk a fővárosnak arra, hogy ugyanakkor a terveket közösen alakítjuk ki, és csak úgy építünk meg bármit is, hogy annak a terveit a fővárosi önkormányzat jóvá hagyta. Ezen kívül a kormány támogatná a pesti alsórakpart megújítását is, és a Láncíd felújítására is adna 6 milliárd forintot, aminek egyetlen feltétele, hogy 18 hónap alatt végezni kell a munkálatokkal. A kormány továbbá finanszírozna a 2-es metró és a Gödöllői hév összekötését is. Fürjes Balázs arról is beszélt, hogy a Liget projekt és a nagykörúti kerékpársávok ügyében azonban nem sikerült előrelépni. A főváros részéről időt kértek a kormány terveinek értékelésére. Konkrét véleményt a javaslatokról Kis Ambrus főpolgármester helyettes nem akart megfogalmazni. Azonban kifejtette, az újrakezdési adó fontos elem lenne a fővárosi önkormányzat költségvetésében. A tervek szerint ezt az extra 0,5%-os terhet azon budapesti cégekre vetnék ki a Karácsony Gergely által vezetett városháza, amelyek éves bevétele meghaladja az 5 milliárd forintot. Ugye az a törvényi helyzet, és ebben a helyzetben egyértelmű a lehetőségünk, hogy az iparűzési adónak a maximális mértéke az 2%. 2%-on van a főváros is jelen pillanatban. Ha átmeneti jelleggel sem hajlandó ezen változtatni a kormányzat, és azt gondolja, hogy az a jó gazdaságfilozófiai megközelítés, hogy ezeknek a nagyvállalatoktól nem várhatunk el többletterhet, akkor ez ebben az esetben nem módosítja a törvényt, nem kezdeményezi a törvény módosítását, így ez az út, ez jogi értelemben kimerült, nyilván akkor végig gondoljuk, hogy milyen más javaslattal fogunk előállni. Mint korábban elhangzott, a kormány semmiképpen nem támogat adóemelést, megszorításokat és a főváros eladósodását sem. Az ülésen a felek abban állapodtak meg, hogy határidő nélkül, de tovább folytatódnak az egyeztetések. A Béres gyógyszergyár eddigi legnagyobb beruházásával tovább épül a vállalat szolnoki gyára. Több mint 6 milliárd forintból bővítik a raktárat, valamint termelő és laboratóriumi eszközöket vásárolnak. Az alapkületételen Varga Mihály azt mondta, az új gyártóegység további munkahelyeket teremt, segítve a családok megélhetését. A pénzügyminiszter hozzátette, a kormány eddig több mint 500 milliárd forinttal támogatta a hazai vállalkozásokat. A munkahelyek megtartása, a családok védelme vált az elsődlegessé. Még az idei év első negyedében is 2%-kal növekedett a gazdaságunk, miközben másoké már 4-5%-kal csökkent, gondolok itt Olaszországra, Franciaországra, Spanyolországra. De tény, ami tény, hogy ez a hatás visszavetett bennünket is már a második negyed évben. Az erős alapoknak volt köszönhető az, hogy mi még az első negyedévben is növekedni tudtunk.
30 millió dolláros programban magyar vállalatok végzik el a legnagyobb Fülöp-szigeteki tó vízminőség javítását és mérését. Ezt manilai tárgyalásai után jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, a tó rendkívül szennyezett, ezért sem idegenforgalmi, sem más típusú igénybevételre nem alkalmas. Ezen akar változtatni a Fülöp-szigeteki kormány a magyar cégek bevonásával. Abban állapodtunk meg, hogy egy 30 millió dolláros kötött segélyhitelprogramot indítunk el, amelynek keretében magyar vállalatok fogják elvégezni a legnagyobb Fülöp-szigeteki tó rehabilitációját, vízminőség javítását és vízminőség mérését is, emellett pedig az ország minden régiójába szállítanak víztisztító berendezéseket, ezáltal biztosítva az ivóvízellátást a Fülöp-szigetek számos térségében. Felavatták a magyar kormány 25 millió forintos támogatásával megújult Móricz Zsigmond kulturális központot a kárpátaljai Csetfalván. Sín József, a Beregszászi járási tanács elnöke, képviselőjelölt a rendezvényen elmondta, hogy a KMKSZ a legkisebb kárpátaljai magyar közösséget is támogatni kívánja. Minden közösségnek élni kell, éppen ezért nagyon fontos, hogy az intézmények biztos kezekbe és jó körülmények között működjenek. Ezért viszont csak annyit kell tenni a csetfalvasi embereknek, polgároknak, hogy október 25-én menjenek el szavazni és választanak minket. Tovább bővült a hungarikumok gyűjteménye, így már 76 nemzeti érték tartozik bele. A mai döntés értelmében a Magyar Népmesék rajzfilm sorozatot is beválasztották a hungarikumok közé. A Hungarikum Bizottság elnöke, Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a Magyar Népmesék sorozat egyedülálló formában terjeszti széles körben hazánk hagyományait. Olyan örök igazságokat fogalmaz meg, olyan alapértékeket fogalmaz meg, olyan széles elismertségnek örvend határainkon, innen és határainkon túl, hogy méltó arra, hogy hungarikum legyen. Mától elkezdődött a hivatalos fűtési szezon. Sok éves hagyomány alapján október 15-én kapcsolják be a legtöbb helyen a fűtést, de az időjárási körülmények miatt ez nem egyszer változik. De ami viszont mindenképpen elengedhetetlen, az a kémények, kazánok, konvektorok ellenőrzése. Ezzel ugyanis megelőzhetők az esetleges tragédiák. A téli és a nyári átállás időpontjai is pontosan fel vannak írva erre a készülékre. Minden évben megcsináltunk a karbantartást. Kizárólag gázzal fűt ez az alaegerszegi házaspár. Két hete kapcsolták be a kazánt, de csak azt követően, hogy ellenőriztették egy szakemberrel. Minden évben megteszik ezt augusztus végén. A gázkazán látja el a fűtést is, meg a melegvizet is. Éppen azért én mindig fontosnak tartom, hogy minden évben ellenőriztessem, hiszen úgy nézek nyugodtan a tél elébe. Víznyomás ellenőrzés, égés termékvizsgálat és a biztonsági berendezések működőképességének vizsgálata. A gáztechnikai műszerész azt mondja, ezt az ellenőrzést a téli fűtés szezon beállta előtt minden berendezésen el kell végezni, mert ezzel és a megfelelő tüzelőanyag használatával megelőzhető a baj. Több jel is mutat arra, ha meghibásodott a készülék. Túl hangosan működik, kibe kapcsol a készülék, szaga van neki, és hangosan működik például, az lett jelenség, vagy egyszerűen nem működik, megáll sokszor, kiáll hibára. A kéményseprők ellenőrzik az égés termék elvezetőket. Tükörrel nézzük egy átláthatóságot ennek a kéménynek. A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy mivel tilos például egy vegyes tüzelésű kazánt fűteni. Találunk olyan eseteket, ahol a szemetet égetnek, és ott viszont a kémény is csúnyán le van rakódva, az szintén ugyanúgy kigyulladhat. A vízes fával a fűtés szintén ugyanúgy lekátrányosodik a kémény, erre szintén figyelni kellene, hogy hagyjuk azt a fát kiszáradni, tehát a tüzelőanyagot ne fűtés szezon előtt vásároljuk meg. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság is a fűtőberendezések karbantartására figyelmeztet. Mukics Dániel szóvivő szerint a berendezések ellenőrzésével és a jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon a ház, és minimalizálható a szénmonoxid mérgezés veszélye is. Ha a gázkazán tönkre megy, akkor lakástűz lehet a vége, vagy szénmonoxid mérgezés lehet a vége. Mind a kettő halálesethez is vezethet.
Nagyon egyszerű megelőzni, egyszerűen egy szakembert kell hívni, aki akár a kandallót, akár a cserépkályhát, akár a gázkazánt, akár a gázkonvektort, mindegy mivel fűtünk, évente egyszer leellenőrzi és kitakarítja, és így tudunk nekivágni a fűtési szezonnak. A katasztrófavédelem Kémény-Seprői 17 megye 2672 településén látnak el feladatot a lakosság körében. A társasházakhoz hirdetmény közzététele után, a családi házakban pedig igénybejelentést követően érkeznek, hogy ingyenesen ellenőrizzék és tisztítsák a kéményt. Egyre több elektromos busz lehet a hazai utakon a zöld busz program keretében. Debrecen és Békéscsaba után további 7 település csatlakozik a próbaidőszakhoz. A kormány 10 év alatt 36 milliárd forinttal támogatja a buszok cseréjét. Azt mondják, az a cél, hogy a nagyvárosokban legalább minden második busz elektromos meghajtású legyen. Az energia és klímapolitikáért felelős államtitkár szerint a program a magyar buszgyártást is segítheti. A klímavédelem célját elérő fejlesztéseket úgy kívánja a kormány megvalósítani, hogy egyben a gazdaságfejlesztést is támogatjuk, és azt gondoljuk, hogy ez a program alkalmas arra, hogy ezt a célt szolgálja, tehát a klímavédelmi törekvések mellett a hazai buszgyártás, a hazai gazdaságfejlesztésnek is egy fontos eleme legyen. Neked munka, nekem álom. Ez a címe annak a kezdeményezésnek, amelyben fogyatékkal élő embereknek segítenek megvalósítani az álmaikat. Olyan szakmákat próbálhatnak ki például, amelyek sokaknak csak mindennapos tevékenység, nekik viszont álommunka. Idén az állatgondozó és a cukrász voltak a legnépszerűbb álomszakmák. Ez a mi programunk, ennek az előadatosztára gondoljuk, ott ő is lehessen. A fehérvári hotel Platán rendszerét mutatja meg az egyik recepciós Asztalos Jánosnak. A 45 éves férfi középsúlyos értelmileg akadályozott, az álma, hogy egy hotel recepcióján dolgozhasson. Ezúttal a Neked munka, nekem álom programsorozat keretében ki is próbálhatta ezt. Ő pedig már Szabó Bence, 20 éves autizmus spektrum zavarral küzd. Az ő vágya, hogy mozdonyvezető lehessen. 2-3 éves korom volt ez az álmom. Igazán a tiszta vagyok a felelősségével, hogy emberi értekét kell felelni, egy egész vonatét kell felelni. A MÁV ma teljesítette Bence kívánságát. Beülhetett a legújabb KISZ emeletes motorvonat vezetőfülkéjébe, és egy tapasztalt mozdonyvezető segítségével vezethette is azt. A Vasút Társaság vezérigazgatója azt mondta, a program legfontosabb része az élményszerzésen túl a személyes találkozás a munkáltatók és a fogyatékkal élők között. A Neked munka, nekem álom című program, ez kiváló kezdeményezés. Évek óta bizonyította, hogy egy tényleg nagyon jó terepe annak, hogy fogyatékkal élő honfitársaink és a munkáltatók személyesen is tudjanak találkozni. Mi ezt a személyes kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk. A Salva Vita alapítvány kezdeményezésére indított akció közel 200 ember álmát váltja valóra idén. Immár 6. éve rendezik meg. Az alapítvány ügyvezetője arról beszélt, az elmúlt években a kezdeményezés hatására több munkáltató is rájött arra, hogy a fogyatékkal élő emberek is képesek teljes értékű munkát végezni. Szembesülnek azzal, hogy látássérült, mozgássérült, akár értelmi sérült, hallássérült emberek mennyire készek, készen állnak dolgozni, milyen sok előzetes tudásuk van, és mekkora lelkesedésük van arra, hogy belevessék magukat a munkába. A Neked munka, nekem álom program az elmúlt 5 évben több mint 700 fogyatékkal élő embernek adott lehetőséget munkaálma megélésére, és majdnem ugyanannyi munkáltatót vont be az akcióba. Ismét lehet jelentkezni a közmédia dal választó versenyére. Jövőre már 10. alkalommal keresik Magyarország legjobb dalát. A nézők több újdonsággal is találkozhatnak, majd így például több produkciót láthatnak az élő műsorokban. A dal 2021 csak úgy, mint a korábbi évadok, a magyar könnyűzene tehetségeinek és produkcióinak biztosít lehetőséget. Rácz Gergő és Orsolai René! 2020-ban a dal nyertese egy duó, Rácz Gergő és Orsolai René lettek. A zsűri és a közönség szavazatai alapján az év slágere a Mostantól című szerzemény lett. A dal hetekig a slágerlisták élén volt.
Ez pedig a dal 2016-os döntője, melyet Freddy a Pioneer című dalával nyert meg. Az előadó, akivel azóta műsorvezetőként találkozhatnak a nézők, azt mondja, számára a dal hozta meg az igazi áttörést a karrierjében. Az igazság az, hogy mondhatjuk, hogy egy tehetségkutatóval kezdődött az én pályafutásom, de azt gondolom, hogyha nem következett volna be a dal, akkor biztos, hogy nem itt tartanék. Akárhogyan nézzük, én ha visszatekintek, akkor nekem abszolút a dal volt, a dal című műsor volt az a rajtgép, amiből tényleg ki tudtam ugrani, és el tudtam kezdeni futni az álmaim felé. Mostantól ez a szem nem igéz mást. Csütörtökön elindult a jelentkezés a dal 2021-re. Jövőre is a végső nyertesen kívül több kategóriában is díjazzák majd az előadókat. Megválasztják a legjobb dalszövegírót, de kiderül majd az is, hogy ki lesz a dal 2021 felfedezetje. A Duna csatorna igazgatója a Híradónak azt mondta, lesznek újdonságok is a következő évadban. Mi már 10. alkalommal keressük az év legjobb dalát 2021-ben. Vannak változások, mégpedig az, hogy azt tapasztaltuk, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, és hogy a szerzők úgy időzítik a zenei művek megjelenését, hogy a pályázati feltételeknek megjelenjenek. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy idén nem 30, hanem 40 dal fog bekerülni a televíziós adásokba. A jelentkezés feltételei megtalálhatók a www.adal.hu weboldalon, amelyen legkésőbb november 10-éig lehet jelentkezni. Robotdelfinek válthatják fel az élő delfineket a vízi élményparkokban. Ezt szeretné legalábbis egy cég, amely élethűmásokat készít. Jelenleg 3000 delfin él fogságban. Őket a turisták szórakoztatására és különböző műsorokra tanítják be. Őket váltanák fel a robotok, de nem azonnal. Egy műdelfinért ugyanis 5 millió dollárt, vagyis több mint 1,5 milliárd forintot kell fizetni, amit kevés állatkert tudnak kifizetni.